Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Kávéházban, ami a Loyola Café kulturális magazin műsora. Pégály Judit írónővel beszélünk, akiről azt kell tudni, hogy a BRFK pártatlan újságírásért díjával négyszeresen jutalmazott bűnügyi könyveket maga mögött tudó írónő. Idén novemberben jelent meg a Nevelésünk titkai című kötete, amelyben hazai hírességeket szólaltat meg. Kezdjük akkor a írónő. Azt szeretném kérdezni első körben, hogy mi ihlette a Nevelésünk című könyvet? Hát nekem van két gyerekem, egy 5 éves, meg egy 2 éves, és bár idáig ugye 6 bűnügyi könyvet, bűnügyi témájú riportkönyvet írtam. Az első anno, ami talán a legismertebb, Ambrus Attilával együtt az Én a Viszkis című, utána pedig az Ördögök ügyvédei sorozatban 3-at, meg még ezen kívül is, és ezek igazából úgy eléggé behatárolják az embert, úgyhogy én is azon gondolkodtam, hogy egy újabb bűnügyi könyvet írok, amikor azért egyik nap úgy felismertem azt, hogy én a magazinokban mindig azokat az interjúkat keresem, ahol a nevelésről, arról, hogy ő hogyan nevel otthon, valamelyik ismert ember nyilatkozik. És ilyen kevés van. És nagyon nehezen nyílnak meg az emberek pont erről a területről. Tehát ha kimegyünk a játszótérre, akkor persze sokan vannak, akikből folyik a szó, hogyha a gyerekükről van szó, de igazából az ismert emberek nem annyira beszélnek. Ez egy rejtett része az életüknek. És arra gondoltam, hogy ez a téma, amire fűzve, hogyha egy interjúkötet készülne, ez nagyon jó lenne. Párat említsünk a nézők kedvéért, tehát Halász Judit, Geszti Péter, Bekerdi Tamás, Lilu, Gálvölgyi János, Polgár Judit, Kis Gergely, Szulák Andrea és Wolf Kati. Azt hiszem, hogy mindenkit felsoroltam. Miért pont őket tetszett megkérdezni? Van két szerzőtársam, a Rubin Kata és a férje Rubin Kristóf, aki az RTL Klubnál dolgozik, mint a Való Világ kreatív főszerkesztője, és velük egyeztettünk, hogy kik azok, akik mértékadó véleményt mondhatnak erről a kérdésről, ugyanakkor ne legyen ez egy oktatókönyv, sokkal inkább arról szóljon, hogy ugyanolyan problémáik vannak nekik is, mint bármelyikünknek, és nagyon lassan alakult ki az bennünk is, hogy kik legyenek azok, mert itt volt egy nagyon fontos szempont, hogy az interjú alanyok vállalják azt, hogy bármilyen kényes kérdést feltett az ember, és arra válaszolnak. Tehát ebben benne legyen igen az, hogy adott esetben volt olyan pillanat az életének, amikor rossz szülőnek érezte magát. Azt hiszem, aki gyereket nevel, mindenki tudja, hogy ilyen van, ilyenek vannak, és igen, vannak álmatlan éjszakák is. És ha erről valaki nem beszél, akkor nem érdemes interjút készíteni vele egy ilyen jellegű könyvben. Értem, mégis, mint interjúkészítő, ugye hát egy elég széles spektrumon mozognak, akiket itt látunk. Annyiban mindannyian azt gondolom, hogy megegyeznek, illetve hát egyezést mutatnak, hogy hát napi szóhasználattal azt mondhatjuk, hogy celeb kategóriába soroljuk őket, de mégis miután mindenki, mindegyünk más személyiség, másként kell hozzájuk szólni, mint hogy más életkorban is vannak, vannak férfiak és nők is benne, másként kell hozzájuk szólni. Mennyire volt nehéz, és illetve kivel volt a legnehezebb megtalálni a közös szót? Én azért kételkedem, lehet, hogy a pszichológusok között Vekerdi Tamás celebnek mondható, de az, hogy itt mindenki, a Polgár Judit, vagy a háromszoros olimpiai bajnok Kis Gergely is celeb lenne, vagy a két Kossuth Díjas művész, Halász Judit és Gálvölgyi János. Tehát sajnos, hogy a celeb szónak van egy rossz sugallata, és ezért én azt gondolom, hogy akik ebben a könyvben szerepelnek, ismertek és elismertek abban a hivatásban vagy szakmában, amiben dolgoznak. De pontosan ez volt a cél, hogy egyrészt az interjúk ne ugyanolyan jellegűek legyenek, teljesen más Vekerdi Tamással beszélgetni arról, hogy ő a saját gyerekeit hogyan nevelte, és nyilván más Szulák Andreával vagy Geszti Péterrel egy ugyanilyen jellegű interjút folytatni.
teljesen más, egy olyan nő, mint Szulák Andrea, aki 43 évesen szült, és más Wolf Kati, aki ugye két gyerekes családanyaként ment el egy tehetségkutatóra 36 évesen. Tehát nagyon-nagyon mások, és ezért más szituációkról is beszélnek sokszor. Azt hiszem, hogy nagyon sokszínű lett a könyv. Más Polgár Judit, akiről tudjuk ugye azt, hogy még meg sem született, és az édesapja már tudta, hogy Zsenit akar belőle nevelni, Sakk Zsenit, akinél nagyon érdekes, hogy ő a saját gyerekei neveléséről hogyan gondolkodik. És nyilván más Lilu, aki egy más területen lett nagyon ismert, és hogy ő hogyan neveli a gyerekét emellett. Kivel volt a legnehezebb megtalálni ezt a bizonyos közös szót? Nincs legnehezebb. Igazából nagyon-nagyon fel kellett készülni ezekre az interjúkra. Nagyon nehéz volt időpontot egyeztetni, és nem mondhatom azt, hogy legnehezebb. Akiről keveset tud az ember, keveset olvasott vagy olvashatott róla ebben a szituációban, azzal nehezebb nyilván. Tehát a Polgár Judit a gyerekei neveléséről még nem nagyon nyilatkozott sehol. Nyilván, hogy vele nem volt annyira egyszerű, ezért interjút készíteném. Geszti Péter is a kislánya születéséről beszélt, annó még az első kislánya születéséről, és hát azóta nem nagyon beszélt. Azt gondolom, hogy ezekben az interjúkban igazából az a nehéz, hogy olyan emberekkel, akik hozzászoktak egy interjúhelyzethez, úgy beszélgetni, hogy áttörni azt a falat, ami a között van, hogy ő egyszerűen csak nyilatkozik, és mond valamit egy témáról, és a között, amikor igazán megnyílik a legbelső rezdüléseiről. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan lehet kizökkenteni ezeket az embereket, akik így, ahogy tetszett mondani, kamerához és mikrofonhoz szoktak. Hogyan lehet áttörni ezt, ami igazából azt gondolom, hogy erősen az intim szférájuknak a légköre? Ezt tőlük kéne megkérdezni. Ezt nem tudom megmondani. Valahogy úgy alakul a beszélgetés. Azt hiszem, hogy talán hogyha őszinte érdeklődést érzékelnek, akkor azért. Feltennék egy nagyon rossz kérdést. Ki az, akit tetszene emelni most? Tehát aki valamiért legvolt ebben a beszélgetésben, legnehezebben sikerült elérni, legnehezebben sikerült, hogy úgy mondjuk megnyitni az ő privát szféráját és abba behatolni? Én azt gondolom, hogy mindegyik, minden egyes fejezetben van valami jelleg. Tehát a Vekerdi Tamásnál az volt a leg, ha úgy tetszik, hogy ő a saját gyerekeiről beszélt. Őnála talán a legnehezebb az volt, hogy példákat kapni, igen, éles helyzetekre. És borzasztó jó volt hallgatni, amikor elmondta a saját kislányával kapcsolatban, aki már 20 éves egyébként, és Vekerdi Tamásról kevesen tudják, hogy ő 44 évesen lett apa, aztán az 4 gyereke született egyébként. És ő elmondta azt, biztos, hogy nem tudom úgy visszaadni, mint ahogy ő mondta, olyan szabatosan fogalmazni, de ő elmondta, hogy egyszer a kislányával belépett a liftbe, ott volt egy szomszédnéni, és ő rászólt a kislányára, hogy köszönjön a szomszédnéninek. Rászólt, miközben tudja, hogy egy 5 éves gyerek még nem köszön. 9 éves koruk után lehet a gyerekektől ezt elvárni, és nagyon zavarja a gyerekeket, nem igazán jó a szülőtől állandóan rászól a gyerekre, hogy köszönjön. Ő mégis megtette ezt. Miért tette meg? Azért, mert nem akarja, hogy a szomszédnéni úgy érezze, hogy nem tisztelik őt eléggé. És akkor levezette ezt a helyzetet, hogy ő otthon soha nem pszichológusként viselkedett a gyerekeivel, és hogy ugyanolyan esendő apaként, nagyon sok ilyen szituációt elmond a fejezetben, ami ezt mutatja meg. Na most ezeket a szituációkat előhívni, és hogy e tekintetben megnyitni, hogy egy olyan valaki, aki egy elismert pszichológus szaktekintély, a magánéletéről beszéljen, igen, ez nem volt könnyű. De folytathatom Halász Judit. Nagyon érdekelt az, hogy az ő fia hogyan vette azt, hogy elmegy más gyerekeknek énekelni. A fia már felnőtt, és unokái vannak,
De borzasztó érdekes volt, hogy elmondta a fiát, amikor az első koncertjére elment, egy Ródot megkért arra, hogy ő vigyázzon rá, amíg ő a színpadion van, és mondta, hogy a színpadról azt látta, hogy a fia idegesen néz jobbra-balra, jobbra-balra, és figyelte a gyerekeket. Izgult ő érte, hogy az anyukája tetszik-e a többi gyereknek. És nagyon érdekes volt ezután, hogy elmondta az unokái hozzáállását, hogy a három unokája közül kettő szeret elmenni a koncertjére, és az egyikük, a legnagyobb, ő a saját privilégiumának érzi azt, hogy a nagymama neki énekeljen. Ő nem szereti ezt másokkal megosztani. Ezek azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elárulnak egy emberről és az ő hátországáról. Minden egyes fejezetről el tudok mondani ilyen részt vagy részeket, ami eddig nehéz volt eljutni, ha úgy tetszik, de örömtelien volt nehéz. Tehát nem kínlódva volt nehéz, hanem az azt jelenti, hogy ezek hosszú beszélgetések, hosszú 3 vagy akár 4 órás beszélgetések voltak. Volt, akivel nem egyszer, hanem többször is. Mi alapján tetszett kiválasztani ezeket a személyeket? Hogy mértékadó legyen, amit mondanak, hogy fontos, hogy érdekes legyen, hogy sok embert érdekeljen az, amit mondanak. A Lilu, ugye, akiről tudjuk, hogy a Való Világnak a műsorvezetője, ő nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy ő az anya szerepet hogyan éli meg, és hogyan tud ennyit a televízióban szerepelni. És nagyon izgalmas volt, hogy ő elmondta, hogy ő egy napot se tud külön lenni a kisfiától. Tehát ő neki nem volt még olyan, hogy 2 vagy 3 napra akár elutazzon a férjével. És hiába próbálja őt óvni a férje, amikor ő éjszakában nyúlóan bent dolgozik a tévében, hogy hajnalban a kisfiával foglalkozzon, ő akkor hajnalban, ha 5-kor, akkor 5-kor kell a gyerekéhez. Nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon sok tekintetben engem anyaként is előre vittek azok a gondolatok, amiket ő mondott a könyvben. Mennyi idő alatt született meg a könyv? Hát egy jó 8 hónap alatt. És milyen élmény nyújtott a művésznőnek ez a megírás? Ugye ez a bizonyos 8 hónap. Hát nagyon nehéz volt, mert rengeteget, tehát ez egy nagyon-nagyon aktív időszak volt, és közben nekem is van 2 gyerekem, akiknek az ő nevelésük titkairól leginkább a férjem tudna beszámolni, mert hogy rájuk kevesebb időm maradt. Könyvhöz hol lehet hozzájutni? Minden nagy áruházban, Libriben, Alexandrában, mindenütt ott van. Tehát ami mindenféle kisboltban is, remélem, mert hogy már fel van a toplistákon, tehát a Libri általános toplistáján, és ott van az Alexandránál is a toplistán, ott van. Tehát tudom, hogy például a hétvégén a Booklinenál elfogyott a könyv, és most megint szállítani kell, úgyhogy tehát nagyon megy. Én azt gondolom, hogy a nagy könyvesboltokban ott biztos, hogy megtalálják az érdeklődők. Kinek ajánlja írónő a könyvet? Most ez érdekes, mindenkinek ajánlom, mert én azt gondoltam, hogy leginkább azokat érdekli, akiknek van gyerekük. Ehhez képest a bemutató napján elmentem a fodrászatba, ahol megcsinálták a hajamat, és ott egy 20 éves kozmetikus lány mondta azt, hogy őt nagyon érdekli. Tehát azt gondolom, hogy azon keresztül, hogy ki hogyan nevel, mit gondol erről, nagyon sok mindent meg lehet tudni egy emberről, és valószínűleg azok, akiknek nincs gyerekük, és mégis megvásárolják ezt a könyvet, azok se fognak mellé nyúlni. Köszönöm szépen, hogy velünk tartott. Önök maradjanak velünk, Zarándokolni jó című könyvbemutatóval folytatjuk, amelyet november 25-én Vértes Ajai László jezsuita szerzetes mutatott be itt a Loyola Caféban. A Budapesti Párbeszédház adott otthont a Zarándokolni jó című könyv bemutatójának november 25-én. A kötetet Vértes Ajai László jezsuita szerzetes mutatta be, aki beszédében kihangsúlyozta a zarándoklás lényegét. Inkább misztérium a zarándoklás,
mint egy jól ismert valami, nem azonos egy mozgással. A legjobb szó, ami nyílik rá, egy titok, az embernek egy belső titka, amihez mozgás társul. február 2011-ben Zarándokolni jó címmel konferenciát szervezett a Párbeszédháza és a Pesti Jézus Szíve templom közössége. A cél a zarándoklás témájának körüljárása volt. A konferencia címével azonos elnevezésű kötet az előadások írott anyagát, valamint a konferencián részt vett magyarországi zarándokutak bemutatkozását tartalmazza. Vértes Aljai László elmondta, a zarándoklás különleges találkozás az ismeretlennel. Ugye az zarándoklás az ismeretlennel találkozás, az ismeretlen tulajdonképpen nem annyira a kaland, egy kutya, vagy nem tudom micsoda, ez is benne van. Hanem az Istennek az az ismeretlen arca, amivel én otthon nem találkozom. Ez a lényeg. Tehát én az Istent konszolidált, nyugodt körülmények között otthon megtapasztalom, 23 fokos szobában, 760 higanymilliméter, tehát minden egyes, minden stimmel hozzá. Az zarándokút egy kiszolgáltatottság, és ebben a kiszolgáltatottságban, amikor én más állapotba kerülök, az Isten különleges módon szól hozzá. Sajai László a könyv bemutatójában felölelte a zarándoklás történetét, spiritualitását, néprajzi vonatkozásait, pszichológiáját és társadalmi vonatkozásait. Folytatjuk beszélgetésünket a kávéházban Hankovszky Anikóval, a Párbeszédházának ügyvezető igazgatójával. Szervusz Anikó, köszöntelek! Szervusz. Az volna az első kérdésem, hogy mi ez a Párbeszédháza? Mivel találkozhat az ide látogató? A Párbeszédháza a jezsuiták belvárosi lelkiségi és kulturális központja, és azon túl, hogy számos lelkiségi csoportnak ad otthont a ház, sok programmal is készülünk, illetve be is fogadunk külsős programokat. De amiről talán leginkább ismert a ház, az az, hogy koncerteknek, kiállításoknak, illetve kifejezetten párbeszéd típusú programoknak nyújt helyszínt. Tehát vallásközi párbeszédet is rendeztünk már itt, vagy különféle közművelődési, egyéb teológiai témájú előadásokat, vagy társadalomtudományi konferenciákat. Jellemzően milyen réteg, aki ide látogat, és most alapvetően korcsoportról beszélek. Azt hiszem, hogy leginkább, vagy nagyobb részt a fiatalok látogatnak el a házba, de ez nem jelenti azt, hogy idősebbek, vagy mondjuk középkorúak ne lennének állandó közönségünk, de főként az egyetemisták, aztán 30-40 évesek is, illetve akár nyugdíjasok is, hiszen van a házban például egy laudáció elnevezésű meditációs csoport, ahol a nyugdíjasok jönnek, és ők tornáznak itt hetente kétszer. Mik a legnépszerűbb programok? Most a népszerűség alatt kérdés, hogy mit értünk, tehát az, hogy amelyik a legtöbb nézőt vonza, igen, vagy amelyik a legnagyobb látogatottságú program. Népszerűek szoktak lenni a koncertjeink, van amelyikre olyan sokan eljönnek, hogy szinte be sem férnek az előadóterembe vagy a kápolnába, de például ez a vallási párbeszéd sorozatunk, amit tavaly, illetve az előző években rendeztünk, arra is nagyon sokan eljöttek. De én azért népszerűnek nevezném, vagy legalább ilyen fontosnak tartom a heti rendszeresség összejöveteleket, amelyeket a különféle csoportok szerveznek saját maguknak, hiszen ebből tudnak építkezni ezek a keresztény fiatalok hosszú távon, hogy ők folyamatosan találkoznak és segítséget, társat jelentenek egymásnak. Feltétlen fontosnak tartanám megemlíteni, hogy ugye a maga a Párbeszédháza a magyar jezsuita rendnek a tulajdonát képezi. Mennyire hatja át a programokat a jezsuita lelkület? Hát remélem, hogy teljes mértékben. Vannak kifejezetten jezsuita programok, tehát amelyek egy-egy jezsuita atya tevékenységéhez kötődnek. Mondjuk itt nevezném meg például a cigánypasztorációs műhelyt, amely az ismert Hoffer József atya nevéhez fűződik, vagy például a beszélőképeket, amelyet Vértes Aljai László atya szervezi, és ő maga is tart itt előadást, vagy van például
a sorozatunk, amelynek keretében minden hónapban egy-egy jezsuita tevékenységét ismerhetik meg az ide látogatók, de vannak olyan programok, ahol sem jezsuitával, sem kifejezett papi személlyel nem találkozhatnak. Nem találkozhat a közönségünk, de azt hiszem, hogy mégis olyan programok ezek, amelyek kötődnek a jezsuita lelkiséghez, illetve a jezsuiták fő fókuszpontjaihoz, ilyen mondjuk a társadalmi igazságosság, vagy a vallási, illetve a kulturális párbeszéd. Milyen történelemre tekint vissza a Párbeszédháza? A Párbeszédháza idén 99 éves, jövőre ünnepli 100. születésnapját. Persze nem Párbeszédházaként jött létre, hanem egy kongregációs otthon volt. Nem tudom, hogy mennyire ismerős ez mondjuk számodra, hogy mi is ez a kongregációs otthon, vagy mit jelentettek a kongregációk. Olyasmiket jelentettek, mint ma napság ezek a lelkiségi csoportok így a II. Vatikáni zsinat után, de előtte ezeket Mária kongregációknak hívták, és a különféle társadalmi csoportoknak, vagy éppen szakmáknak, korosztályoknak is megvolt a maga Mária kongregációja, és ebben a házban találkozhattak ezek a csoportok. Itt élték a mindennapi életüket, aztán a kommunizmus alatt elvették a házat a jezsuitáktól, hiszen Magyarországon minden szerzetes rendet, így a jezsuita rendet is feloszlatták. Aztán a rendszerváltozást követően lassan visszakapta a jezsuita rend ezt a házat, és pár éve Párbeszédháza néven újra várja a csoportokat, fiatalokat, idősebbeket. Fontosnak tartanám megemlíteni, hogy a Faludi Ferenc Akadémia 15. tematikus nemzetközi filmszemléje és fotópályázata került megrendezésre most novemberben, hogyha jól tudom. A pályázat, illetve a tárlat a Remény megnevezést kapta. Miért pont a Remény? Minden évben, tehát már 15. éve próbálunk olyan tematikus súlypontot kínálni a főként fiatal alkotóknak, amiről úgy gondoljuk, hogy valamiért kifejezetten fontos az adott évben, vagy éppen, hogy egy hiányterületnek vagy hiánytémának számít, és szeretnénk, hogyha erre koncentrálnának az alkotók, és úgy gondoltuk, hogy a Remény egy olyan téma, amely 2011-ben is, ami mindig provokálhatja az embereket, vagy mindig hiánynak számít. Azt hiszem, olyan nincsen, amikor azt mondjuk, hogy most már teljes reménnyel tekinthetünk a jövőbe, de érdekes volt tapasztalni azokat az alkotásokat, amiket beküldtek. Vagy azért, mert túl negatívan, vagy túl pozitívan, vagy éppen azért, mert annyira sokrétűen fogalmazták meg, hogy mit is gondolnak erről, hogy remény. Hány nevező indult a pályázaton? 138 filmes alkotás érkezett. Fotósnál most zavarban vagyok, az is 100 fölött volt. Tehát 100-as nagyságrendű. Aztán végül filmből 41-et talált arra alkalmasnak a zsűri, hogy az Uránia moziban a filmszemle két napja alatt levetítsük, és hát ez a 41 volt tulajdonképpen a versenymezőny, és akkor ebből osztott ki, vagy közülük választott ki néhány alkotást a zsűri, és ezeket díjazta is. Mi volt a feltétele a nevezésnek? Hát a technikai feltételeket most nem tudom elsorolni, ez olvasható a honlapunkon. Hogy milyen időskorban, melyik országból. Tehát ilyen megkötésünk nem volt, tehát sem földrajzi, sem korbeli megkötésünk nincsen, csak technikai, hogy mégis vetíthető legyen az adott alkotás, meg hát persze annyi, hogy rövid film legyen, hiszen ez egy amatőr filmszemle, hogy maximum 15 perces alkotásokkal nevezhettek, és hát nevezhetnek a jövőben is, hiszen 2012-ben a hűség témára várjuk majd az alkotásokat. Illetve még annyi, hogy a filmegyetemi szekcióban ott fél órás alkotásokat vártunk, tehát ennyi volt a megkötés, meg hát persze az, hogy a reményt hozza szóba, vagy hozza képre az alkotó. Értem, a zsűrinek a munkájáról egy picikét beszéljünk. Mi alapján döntött a zsűri? Milyen kritériumoknak kellett, hogy megfeleljenek az adott pályázatok? Hát a zsűri mindig is a jó alkotásokat keresi. Ugye az a mi filmszemlénk különlegessége, ahogy említettem is, hogy amatőr filmszemle. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak arra figyelnek, hogy mennyire profi a kivitelezés, hanem legalább ilyen fontos az, hogy mennyire ötletgazdag az adott alkotás. És ha látja a zsűri, hogy vannak még nehézségek a kivitelezésben, ennek ellenére, hogyha fantáziát lát az alkotásban, ezt azért tudja díjazni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt, vagy ezt emelhetem ki a zsűri szempontrendszeréből, illetve azt, hogy a témához szóljon hozzá tényleg az alkotás. Amit most nem tudok és nem készültem belőle, de azért egy fontos kérdés, hogy te magad is tagja voltál a zsűrinek? Nem, tehát a zsűri az kifejezetten szakmai. Tehát filmrendezők, producerek, operatőrök lehetnek a tagjai, nem ilyen műkedvelők, mint én. Volt betekintésed a pályaművekbe?
jó párat volt szerencsém látni. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki ellátogatott az Urániába, élvezte a vetítés napjait. És tudom ajánlani, hogy ha eljönnek az akadémiához, tudunk mutatni ezekből a filmekből, vagy válogatást bemutatni. Kedves nézőknek mondanám, hogy a Bónum TV honlapján megtekinthetők a nyertes pályaművek. Arról beszéltünk, hogy a zsűri szakemberekből állt össze. Tudsz esetleg neveket mondani, hogy kik voltak ők? Idén a zsűri elnöke Bereményi Géza volt. Nagyon örültünk annak, hogy elfogadta a felkérésünket, hiszen Bereményi Géza azért is mondjuk úgy jó választás egy amatőr filmszemle zsűri elnökének, ugyanis ő volt az első olyan filmrendező Magyarországon, aki anélkül rendezhetett filmet, hogy a filmegyetemen végzett volna. Ő ugyanis eredetileg bölcsész, és utána sem végezte el a Színművészeti Egyetemet, mégis azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy nagy műveket hozott létre, és azt hiszem, hogy az amatőröknek igazán jó szempontokkal tudott szolgálni. Mert a filmszemlénk szemben más filmszemlékkel nem úgy zajlik, hogy sötét szobában ülve megnézi a zsűri az alkotásokat, aztán utána a közönség, illetve az alkotók már csak azzal szembesülnek, hogy mégis mi lett a végeredmény, hanem ott a helyszínen élesben tekintik meg a zsűri tagjai is a filmeket, és szekciónként véleményt is mondanak. És az alkotók felállhatnak, és elmondhatják ők is a véleményüket, vagy feltehetik a kérdésüket a zsűri tagjainak. Tehát egy ilyen vita formájában gyakorlatilag el lehet beszélgetni a pályaművekről. Hát igen, bár a vitának ugye azért limitett szab az idő, de szakmai napot is szervezünk, ami a filmszemle utáni 2 héttel zajlott, és ott viszont akár órákon keresztül is beszélgethettek a zsűri tagjaival az alkotók. A Faludi Akadémia milyen egyéb módon kapcsolódik a filmezéshez, illetve a fotóhoz? Nem csak filmszemlét szervezünk, hanem filmes képzéseket is szervezünk rendszerint. És mondjuk a filmes képzések közé sorolható valamennyire Szőcs műhelyünk. Ez egy filmkészítő műhely, amelynek fiatalok a tagjai, és nagy öröm volt idén számunkra, hogy a kísérleti film kategória nyertese is a Szőcs műhely egyik alkotása volt. És azt elmondanám, mert fontos is elmondani, hogy a zsűri nem tudhatta, hogy ki volt az alkotó, vagy nem ismerte a nevét ennek a fiúnak, mivel egy becenéven fut csak a műhelyben, úgyhogy tényleg meglepetés volt mindannyiuknak, hogy sikerült őt kihozniuk nyertesnek. Igen, ez lett volna a következő kérdés, de meg is adtad rá a választ, tehát pártoskodásról ebből a szempontból szó sem lehet. Hogyha esetleg valaki szeretne ezzel a dologgal foglalkozni az akadémián keresztül, hol érhető el az akadémia, illetve hol lehet megnézni, hogy mi az, amire lehet jelentkezni az akadémián? Hát a honlapunkat figyelmükbe ajánlhatom, ami a faludiakadémia.hu címen található, illetve a Párbeszédházában, ha bejönnek, az első emeleten megtalálhatóak vagyunk, úgyhogy itt is el tudjuk mondani, hogy milyen képzéseink vannak. Aktuálisan itt decemberben nincsen filmes képzésünk, de tavasszal, illetve nyáron szervezünk operatőri, rendezői, forgatókönyvírói szemináriumokat, illetve nyaranta egy hosszabb filmes tábort is, ahol reméljük, hogy az alkotók egy-egy rövid filmmel térnek haza a táborból. Értem, ezek a képzések egyébként államilag elismert képzések, vagy ezek csak a saját tematika alapján, illetve a saját rendszer alapján kidolgozott képzések? Nem, ezek tehát nem akreditált képzések, rövidebbek is annál, és nem is szeretnénk, hogy ezek a formális keretek megkössék a kezünket. Teljesen ahhoz alakítjuk a képzéseket, amilyen igényekbe futnak abban az évben. Hogyha én most egy érdeklődő lennék akkor, és ezt a kérdést feltenném, hogy mit kapok én akkor, hogyha ezen képzések bármelyikén részt veszek, mit mondanám? Kompetenciát. Tehát szerintem aki eljön, az megtanulja az alapvető ismereteket. Sőt, az érdekes, hogy nem csak olyanok szoktak eljönni a képzéseinkre, mondjuk inkább a táborra, azért a hétvégi szemináriumokra nem jellemző, de a táborban nem csak olyanok jönnek, akik még az életben nem fogtak a kezükbe kamerát, hanem több alkalommal eljöttek olyanok is, akik már nyertek a filmszemlénken, tehát így is tudtak profitálni ebből a táborból. Azt hiszem, hogy az lehet a különlegessége, mondjuk ilyesmit kéne megneveznem a mi táborunknak, hogy tényleg ott vannak végig a tanárok, a profik a fiatalokkal, és így mindenki a saját szintjéről indulhat, és onnan gyarapodhat. Átjárja-e szintén, illetve fontos-e a számotokra, hogy a jezsuita lelkiség, illetve lelkület átjárja az akadémiát, illetve teszem fel úgy a kérdést, hogy ha valaki esetleg nem keresztény, vagy nem vallásos, neki is tudnátok-e ajánlani a képzéseket?
Persze, tehát főképp a filmes képzéseket, mert mondjuk gondolom az erkölcs teológia képzés annyira nem vonzó azok számára, akik nem vallásosak. Tudom ajánlani, és sokan, akik eljönnek a képzéseinkre, nem is vallásosak, de azért biztosan van egy olyan szint, vagy nem tudom, hogy mondjam, választóvonal, ami lehet, hogy nem fér bele azoknak, akik nem vallásosak, mert azért mi nem tagadjuk meg a vallásosságunkat, de nem várjuk el a résztvevőinktől, hogy ők azok legyenek. De legalább akkora toleranciát várunk a részükről, mint amennyire mi vagyunk elfogadók, vagy mi elfogadók vagyunk. És milyen a megoszlás? Tehát a vallásos és nem vallásosak megoszlása a résztvevők között? Hát ezt a kérdést nem szoktuk feltenni, úgyhogy így csak tippelhetek. Én azt hiszem, vagy abból tippelhetek, hogy azt meg szoktuk kérdezni, hogy honnan értesült a programunkról, és azért kétharmaduk azt hiszem, hogy katolikus közösségekből kerül ki, de egyharmaduk biztosan nem. De ez nem jelenti, hogy ők nem vallásosak. Személyes kíváncsiságom hajt abban, hogy mégis milyen platformon értesülnek az akadémiának a tevékenységéről az odalátogatók, illetve hát az ott tanulni vágyók. Hát a keresztény portálokon keresztül, de nem említettem, hogy két hetente van egy játékfilmes, két hetente pedig egy dokumentumfilmes filmklubunk az Uránia moziban, és így akár az Uránia hírlevelében, vagy magában a moziban is hírt kaphatnak az akadémia tevékenységéről, de partnerünk a filmfesztivál szervezésében például a port.hu vagy a Duna Televízió, tehát azért elég széles körben ismert az akadémia, vagy próbáljuk hirdetni a programjainkat, meg a tevékenységünket, úgyhogy elérhetnek minket az érdeklődők, nem csak a keresztény, hanem más sajtóorgánumokon keresztül is. Hankovszky Anikónak köszönöm szépen a beszélgetést, Párbeszédházának ügyvezetőjével beszélgettünk. Most a Hinfi utcába látogatunk, de maradjanak velünk, Anikóval a Párbeszédházának programjaival folytatjuk. A budapesti Szent Imre Ház adott otthont a Vers és Dal elnevezésű irodalmi estek sorozatának második alkalmának. Az őszi program november 15-én Kubik Anna színművész a Jóság síró vágya című vallomásával indult. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész többek között Babits Mihály Zsoltár Gyermekhangra című versét is előadta. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás. Ő a béke, nem a harcok istensége, ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember védkes abban. Kubik Anna a Magyar Köztársaság érdemes művésze a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1981-ben végzett Kazimír Károly és Iglódi István tanítványaként, majd a Nemzeti Színházhoz szerződött. 1991-től a Budapesti Kamara Színház, utána a Művész Színház, végül a Thália Színház művésze volt. 1999-től ismét a Nemzeti Színház, majd 2000-től a Pesti Magyar Színház művésze. Vendégművészként játszott az Új Nemzeti Színház, a Kecskeméti Katona József Színház, a Kolibri Színház és a Soproni Petőfi Színház előadásaiban is. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy, magától, friss gyümölcs terem. Ez a magától. Az Ady Endre versének címével fémjelzett irodalmi est egyben Kubik Anna színművész szolid önarcképének is tekinthető magyar költők versein keresztül. A színművész előadásában kihangsúlyozta, a Jóság síró vágya című vers különösen kedves számára, hiszen egyfajta vezérláncként szolgál életében. November 22-én a Vers és Dal irodalmi est vendége a Muzsikás Együttes volt. Koncertjükön az igényes népzene kedvelők kapcsolódhattak ki. A 3,5 évtizede működő Muzsikás Együttes idehaza és külföldön egyaránt ismert és közkedvelt. Sokoldalúságukra jellemző, hogy otthonosan mozognak mind a folk, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind a komoly zenei, alternatív zenei, jazz, kelta zenét kedvelő vagy zsidó zenei rendezvényeken. A Muzsikás megvalósította a 20. századi magyar komoly zene és a hagyományos népzene ötvözését.
számos díj és kitüntetés birtokosai. Ezek közül is kiemelkedő a Magyar Művészetért díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a Vomex díjjal is elismerték. Sok szeretettel köszöntöm a kávéházban Gyurin Zsuzsannát, aki a Szív folyóirat lapmenedzsere. Szervusz Zsuzsanna! Az első kérdésem, hogy hogyan kapcsolódik a Szív folyóirat a Faludi Ferenc Akadémia 15. tematikus filmszemléjéhez? Hát a filmszemléhez úgy kapcsolódunk, hogy segítettünk nekik a szervezésben is már, de szívfolyóiratot kaptak ajándékba, fél éves előfizetést, 6 díjazott, 3 filmes és 3 fotós fél éves előfizetést, ami januártól lesz érvényben. Illetve csináltunk egy reklámspotot, amit majd a kedves nézők fognak látni, amit levetítettünk az Uránia moziban a filmek előtt, illetve hát ott a Plazma TV-ken végigment. Beszéltük azt az adás előtt, hogy azok, akik nyertesek lettek, főleg a fotópályázatban, azok a folyóiratba megjeleníthetnek, illetve megjeleníthetnek. Igen, az egyik nyertes bekerül. Van itt középen mindig minden számban fotógalériánk, ahol kortárs fotósoknak a képei vannak benne, és az egyik nyertes ezt is kapta díjazásul, hogy valamelyik hónapban az ő képeiből fogunk válogatni ide a lap közepébe. Illetve amit még fontosnak tartanék, hogy itt a Loyola kávézóban is megtekinthetők lesznek a nyertes fotók. Igen, lesz itt egy kiállítás, így van. Igen, így van. De picikét visszakanyarodva a Szív folyóiratra, magára a folyóiratra, milyen történelemre tekint vissza a folyóirat? Hát ez az egyik legrégebbi magyarországi sajtótermék. 1915-től működik, jezsuita alapítású. Kezdetben még nem havi, hanem heti lap volt, és nem ilyen formája volt, mint ez, hanem ilyen újság, tehát ez a nagy méretű újság formája. És akkor nagyon sok példányban jelent meg, aztán utána betiltották később, és akkor kitelepült Kanadába, és Kanadából nyomták, és úgy került vissza is Magyarországra, meg hát inkább az emigránsoknak alapja volt. És amikor újra lehetett, akkor hazajött az újság, és akkor azóta itt csináljuk. És azóta nagyon sok változáson ment keresztül, tehát először kis alakú volt, aztán lett ez a nagyobb, színesebb, de már csak tavaly óta is változtunk egy nagyot, mert így nézett ki, tehát így méretre is más lett, tehát így alacsonyabb, illetve szélesebb lett, mert kint vagyunk az újságárusoknál is, és ez így egy tetszetősebb forma ez a mostani, mint a tavalyi volt. Illetve hát megváltoztunk annyiban is, hogy ez még csak 40 oldalas volt, ez pedig most már 60 plusz 4, tehát 64 oldalas. Kinek szól, ki az a célcsoport, akihez szól a folyóirat? Hát elsősorban a fiatal értelmiségiek, tehát akik már elvégezték az egyetemet, és van céljuk az életükben, tehát mondjuk családjuk van, dolgoznak, de sokan vásárolják azok közül is még, akik annó Kanadából vették, tehát a nagyon idős korosztály. Ők már inkább nosztalgiából veszik, úgy érezzük. De sok új előfizetőnk van, és azok általában az ilyen 30-35 év közötti emberek. Mi a hitvallása a alapnak? Tehát azt mondjuk, hogy Szív folyóirat. Mi az, amit közvetítene szeretne? Tehát ugye ezt tudjuk, hogy egy jezsuita lapról van szó, egy katolikus lelkiségi lelkületű lapról. Mi az a plusz, mi az a több, amit szeretne megfogalmazni a folyóirat? Igen, a címlapon is rajta van, hogy lelkiség, kultúra, önismeret. Tehát ennek a hármasnak a jegyében működünk, tehát lelkiségi cikkek is vannak. Vannak olyan számok, amik inkább lelkiségiek. Például ez a december-januári dupla számunk, ez a szentről szól, de mondjuk volt olyan számunk tavaly februári például a filmről szólt, az inkább kulturális. Írnak nekünk pszichológusok, az pedig inkább az önismereti, meg van az apa-anya-gyerek rovatunk, az is inkább az önismeret témakörébe
passzol. Tehát... Mennyire szigorúan katolikus, illetve mennyire tudjuk ajánlani azoknak, akik nem katolikus? Ja, abszolút. Tehát nem csak katolikusok, református lelkészségek is fizetnek elő, meg református könyvtárak, de az egyház peremén élőknek, a keresőknek is nagyon ajánljuk, tehát és sokan vásárolják olyanok is, és olvassák, akik egyáltalán semmilyen felekezethez nem tartoznak, csak érdeklődők. Hányszor jelenik meg a folyóirat egy évben? Hát 10-szer, mert 8 szimpla szám van, és 2 dupla szám. A december-januári dupla szám, illetve a nyári, a július-augusztusi, azok nagyobb témákat ölelnek föl. Most például a nyári dupla számunk az a fesztiválokról fog majd szólni. És az egy nagyobb lélegzetvételű téma lesz. Értem, itt a fesztiválok alatt gyakorlatilag az összes, ami az országban fellelhető, függetlenül ugye a felekezeti hovatartozást az összes fesztivál. Tehát nem katolikus fesztivál, hanem például a Művészetek Völgyén már most kint voltunk 11-ben, de 2012-ben tervezzük a Sziget Fesztivált is, meg az összes ilyen tehát zenei, meg kulturális fesztivál szintén. És ezt hogy kell elképzelni? Tehát kimegy a folyóiratnak a képviselője, aki... Sátorral mindennel. Kiköltözik. Rendesen, mint egy szigetlakó, vagy mint egy fesztivállakó, és mit fog ő ott csinálni? Ja, nem mint fesztivállakó, hanem nem úgy sátorral, hanem lesz mondjuk egy jezsuita sátor, értem. Tehát ez így tervben van, és akkor mondjuk a Faludi Akadémiával közösen voltunk a Kapolcson, és akkor ott kaptunk egy nagy sátrat, és akkor ott jezsuita kiadványok is voltak, tehát más könyvek, de a szívfolyóirat, illetve vetítettünk tavaly előtti filmszemlének a filmjeiből, tehát most is ilyesmit tervezünk, tehát nem csak mint maga a szív megy ki, hanem a jezsuiták több egysége így együtt. De akkor ott népszerűsítenénk a szívet, meg lehetne ott olvasni, tehát inkább ilyen babzsák fotelos megoldással, tehát hogy aki arra jár és elege van a hangzavarból, ilyesmiből leül, és akkor bele tud kicsit mélyedni, esetleg lennének ott olyan emberek, akikkel tud beszélgetni komolyabban ezekről a dolgokról. Mi lesz ott az üzenete? Tehát amikor egy fesztiválra kimegy a szív, akkor mi az üzenet? Ez még a jövő zenéje, hogy ezt kitaláljuk, tehát még ez nincsen ennyire konkrétan a küldetésünk oda kitalálva, tehát ez meg van fél év. De lesz egy célotok, amit valószínű, meg fogtok fogalmazni? Igen, valószínűleg, de most még ott nem tartunk, tehát most még a karácsonynál tartunk, tehát most még ott tartunk, hogy karácsonyra mit adjunk az olvasóinknak. Hogyha már itt tartunk, mivel kedveskedtek, illetve mivel készültök a karácsonyi időszakra az olvasóknak? Hát az ajándékozást szeretnénk megkönnyíteni. Nagyon sokan vannak bajban, hogy mit vegyenek valakinek így ajándékba. Tehát most, hogy menjenek plázázni, vagy kapjanak 20. zoknit, vagy ilyesmit. És ehhez mi egy olyat találtunk ki már tavaly, aminek nagyon nagy sikere volt, hogy lesz egy ilyen oldalunk, amiben van egy képeslap. És ennek a képeslapnak a hátoldalán elő lehet fizetni bárki másnak ajándékba. Tehát az ajándékozó kitölti a saját adataival, illetve a megajándékozott. Az ajándékozó kapja a csekket, amire befizetheti az éves előfizetést, és a megajándékozott pedig meg fogja kapni ajándékba a szívfolyóiratot a teljes jövő évben, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a karácsonyfa alá már be lehet tenni. Tehát meg fogja kapni ezt a december-januári számot, tehát úgyis a januári lenne az első, amit megkap. Plusz egy másik számot a tavalyi évből, akár választható is a készlet erejéig, amik még vannak azok közül, és egy ilyen laminált ilyen lapot arról, ilyen ajándéklapot, hogy ki ajándékozta neki ezt a szív folyóiratot. Tavaly volt olyan, aki direkt kiválasztotta, hogy volt a szerelemről számunk, hogy na, egy szerelem számot szeretne még mellé tenni, és akkor így csomagoltuk be, küldtük el, és a karácsony előtti héten kapta meg az illető, és akkor ugye a fa alá is be tudták tenni, hogy ő most akkor ezt kapta ajándékba. Ez rendkívül kreatív. És ez 5920 forint egy évre, tehát végül is egy ajándék értékű dolog. Tehát. Akkor ajánljuk a kedves nézők figyelmébe, lehet rendelni ajándékba szívfolyóiratot. Picikét hagy nézzünk a kulisszák mögé, hogyha megengeded. Kik dolgoztok? Kik vannak a szívnek a háttérstábjában? Hát a főszerkesztőnk, ő jezsuita, Horváth Árpád, ő írja a vezércikket mindig, tehát onnan ismerhetik így a nézők. Van még, tehát név szerint kérdezed, vagy? Nem, hanem hogy lesz valaki
szíves, hogy úgy mondjam. Hogy lesz valaki itt dolgozó? Min kell keresztül mennie? Milyen végzettséggel kell, hogy rendelkezzen? Honnan jön? Te például hogyan? Akkor konkretizáljuk a dolgot. Te például hogy kerültél a folyóirathoz? Én álláshirdetés útján, és ez így furcsa, mert sokan vannak, akiket így ajánlottak, hogy már dolgoztak más jezsuita egységnél, például a főszerkesztő helyettes, más egységnél dolgozott, és úgy került ide. De ide én abszolút álláshirdetés útján, így internetes hirdetés, beadtam a jelentkezést, három forduló, végigmentünk mind a három fordulón, és én nyertem. Tehát én így kerültem ide. Nem vagyunk sokan, tehát a főszerkesztő, a helyettese, a felelős szerkesztő vagyok ugye én is, és még nekem van egy asszisztensem, aki terjesztési munkatárs, tehát ő nagyon sokat segít nekem, tehát így öten vagyunk, akik viszont írnak, azok általában önkéntesként írnak nekünk, tehát nem fogadnak el ezért pénzt, tehát nincs ezért külön fizetésünk, megfizetett újságíróink nincsenek, mert arra azt így nem tudjuk megoldani. Szeretsz itt dolgozni? Persze, igen. Miért? Igazából azért, mert tudom, hogy van értelme annak, amit csinálok. Tehát nem az az értelme, hogy a főnökömnek legyen még három új autója, hanem az, hogy egy olyan sajtóterméket állítunk elő, ami sokat ad az embereknek. Nagyon jó a pozitív visszajelzések, amikor telefonálnak, hogy ez milyen jó cikk volt, ez neki mennyire fontos volt, vagy a nagymama, hogy az unokájának megrendelte, és hogy ő mennyire örült neki. Tehát nagyon sok pozitív visszajelzés van, és örömet okozunk az embereknek. Hogy lehet hozzájutni magához a laphoz? Most már vagyunk tavasz óta az újságárusoknál, eddig még csak előfizetésen működött, de most már újságosoknál is nagyobb helyeken meg lehet találni. Alapkerren keresztül vagyunk ott kint, de előfizetéssel úgy végül is a legolcsóbb, tehát úgy olcsóbban hozzá lehet jutni. Sok előfizetőnk van, meg templomokban még vannak templomok, ahol lehet kapni ott a hátsó standon, vagy ott ki van téve, és akkor így vannak templomok, akik ilyen 20-30-at rendelnek, és akkor ott a hívek elviszik. Szintén érdekelne engem, hogy alakul az előfizetők száma, illetve a lapnak a forgalma mondjuk az elmúlt 10 évben. Nem tudom, hogy van-e ilyen jellegű ismereted, vagy ilyen statisztikátok. Amikor visszajött a lap Magyarországra, akkor utána fokozatosan csökkent az előfizetői szám, méghozzá azért, mert nagyon sokan meghaltak azok közül, akik annó rendelték. És kellett hozzá ez a megújulás, hogy ilyen legyen, és akkor ez már viszont egy ilyen olvasóközönség váltást is eredményez, mert ez most már inkább réteg újság, mint népújság. Tehát azért kell hozzá valamilyen intelligencia, tehát hosszabb cikkek vannak benne, tehát nem magazin, hanem folyóirat. Tehát egy cikk 3-4 oldalas is, tehát kell ahhoz azért, hogy az ember leüljön, és egy 3-4 oldalas cikket úgy elolvasson, hogy értsen is, tehát azért így megváltozik kicsit a közönségünk. De most nagyon sok új előfizető van, tehát évente van lemorzsolódás is persze, de olyan 300-400 új előfizető az van. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szívesen. Gyurin Zsuzsannával, a Szív folyóirat lapmenedzserével beszélgettünk. Anikó, milyen programokkal várja az ide látogatókat a Párbeszédháza az elkövetkezendő 2 hétben? December 3-án egy nagyon szép programra várjuk az érdeklődőket, ugyanis 14 órától Liszt Ferenc konferenciát szervezünk a Liszt Egyetemmel közösen, ugyanis az idei év bár Liszt emlékév volt, de elég kevés figyelem jutott Liszt Ferenc művészetének vallási gyökereire, és mi ennek szenteljük ezt a konferenciát. Este 7-től pedig Esztó Zsuzsa ad ehhez kapcsolódóan zeneértelmező koncertet. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre az eseményre, ahol a Liszt Egyetem professzorai is előadnak. Ehhez kapcsolódik egy másik programunk, 6-án pedig ugyancsak este 7-től Ránki Dezső és Klukon Edit ad ugyancsak koncertet, Liszt Ferenc Karácsonyfa című művét adják elő, mégpedig annak eredeti 4-kezes változatát. Ami még színes decemberi programnak ígérkezik a házból, az 10-én az adventi lelki napunk, ami nem csak egy lelki nap lesz, hanem kulturális rendezvény is, többek között itt a Loyola Caféban is
színes programokkal várjuk az érdeklődőket, lesz társasozás, előadás, mézes kalács, ragasztás, kerekasztal beszélgetések, táncház, hogy a fiatalokat és a felnőtteket, kicsiket, nagyokat szeretettel várjuk. És december 12-én is lesz egy izgalmas programunk, Tüskés Anna művészettörténész előadását hallgathatják és tekinthetik meg az ide látogatók, ugyanis középkori magyar zarándokokról beszél, és be is mutat ezekről a festményeket, illetve művészettörténetileg értelmezi. Köszönöm szépen, tehát az elkövetkezendő két hét programjait hallhattuk. Milyen fontos események vannak, amiket még kiemelnél a közeljövőben? December 21-én lesz egy előadása egy miskolci jezsuitának, akivel kevéssé találkozhatnak itt a Párbeszédházában, hiszen nem itt él, de izgalmasnak ígérkezik az előadása, hiszen a Magyar Papi Egységről fog beszélni, mégpedig a jezsuitáknak a lelkipásztori tevékenységéről Hesz István jezsuita. Amit még kiemelnék, ugye nem a Párbeszédházában, de a mi szomszédságunkban, itt a Mária utcai jezsuita templomban lesz még 16-án és 22-én is este 19 órakor komoly zenei koncert, illetve december 24-én ugyancsak itt a Mária utcai templomban Betlehemesre várjuk az érdeklődőket. Hankovszky Anikó, köszönöm szépen a programajánlót, ez volt mára a Kávéház, két hét múlva találkozunk ugyanitt, viszontlátásra! We'll be right back.